Fogadás balról! Tiszte! Leg! Szalutálnak a pécsi tűzoltók Pécsen, így fogadták parancsnokaikat, akik előtt átadták az új laktanyájukat a kertvárosi részen csütörtökön. A laktanyai épület az egy kétemeletes épület, lent négy szerállásos garázs található, itt a különleges szerek is megtalálhatók, tehát a tűzoltó fecskendő mellett magas kommentő, illetve vízszállító is helyet kapott, emellett pedig a második emeleten a Pécsi Katasztrófa Védelmi Kirendeltség fogja ellátni a működését, akikhez egyébként 4 járás 102 települése tartozik. 10 éves előkészítő munka eredménye a most átadott laktanya, mondta a megyei önkormányzat elnöke az ünnepségen. Amely a kormányzat támogatásával közel 1,3 milliárd forintos forrásból valósulhatott meg. A most átadott új tűzoltó laktanya a pécsieknek nagyobb biztonságot jelent, hiszen ha kertvárosban, a belvárosban, Mecsekoldalban, a nyugati városrészben baj van, tűzüt ki, akkor sokkal hamarabb érkezhet meg a segítség. De segítséget és nagyobb biztonságot jelent a Pécs környékén élő településeknek is az most átadott új tűzoltó laktanya. Az épületből gyorsabban megközelíthető Pécs déli része, illetve az itt lévő kis települések. De a nyugati város részbe is hamarabb érkezhet a segítség. Így tudják tartani a negyedórás vonulási időt. Még egy tűzoltó laktanyája lesz a Baranyai megye székhelynek. Ez a keleti város részben a régi laktanya mellett épül a tervek szerint. A két épület megvalósítására a környezeti és energiahatékonysági operatív program keretében a magyar állam és az Európai Unió nettó 4,2 milliárd forint támogatását fordíthatják a tűzoltók.